A készenléti rendőrség nemzeti nyomozóirada nemzetközi bűnözési elleni főosztály hatodik bűnüldözési osztálya kezdett el nyomozni egy török Szent Miklósi párral szemben, miután olyan információ jutott a tudomásukra, hogy új pszichoaktív anyaggal kereskednek. A KR Eneni Miskolci nyomozói a Borsodabaui Zemplén megyei rendőrfőkapitányság bükk közterületi támogató alosztályjal együtt épp akkor csaptak le rájuk, amikor a 42 éves M. Gábor és a 43 éves Es Ibolya a 25 éves ónodi férfival találkozott annak udvarán, és ütötték az üzletet. A bilincs közvetlen azután kattant mindhármuk kezén, mikor megtörtént a drog, illetve a pénz átadása, átvétele. Bár a kristályt átvevő B. Tamás megpróbált a helyszíről elmenekülni, és a drogot eltüntetni, miután észlelte a rendőrök megjelenését, azonban nem jutott messzire, csak a kert végéig. A zacskóba csomagolt kristályt, amit átdobott a kerítés, a nyomozók a szomszédos telken megtalálták. 750 grammot nyomott. Mint azt az előzetes szakértői vélemény kimondta, az anyag 3 cmc vegyület, amely új pszichoaktív anyagnak minősül. A kristályért átvett több mint két millió forint a nőtáskájából került elő. A nyomozók a droggal együtt azt is lefoglalták, ahogy M. Gábor mobiltelefonját is. A készülék kuka mappájában jelentős mennyiségű drogról készült fotókat is találtak. A török Szent Miklósi rendőrkapitányság bűnügyi helyszínelői kutatást tartottak mind a nő, mind a férfi török Szent Miklósi lakásán, ahonnan számos dolgot foglaltak le. Így 42 csomag vágott dohányt, digitális mérleget, elektronikai eszközöket, aranyékszer valamint összesen 10 millió forint készpénzt. Míg a KR Eneni Miskolci nyomozói ugyancsak lefoglalták Béta Tamás és M. Gábor nagyértékű autóit is. Mint azt a rendőrök kiderítették, a dillerek gramonként 4000 forintért értékesítették a kristályt a fogyasztóknak, illetve a viszonteladóknak. Így a nyomozók ezzel a rajtaütéssel összesen 3000 adag új pszichoaktív anyag piacra kerülését akadályozták meg. A drog fekete piaci értéke 3 millió forint. A KR i NBFO, Miskolci osztálya mind a három szemét jelentős mennyiségű új pszichoaktív anyagra elkövetett, új pszichoaktív anyaggal visszaélés büntet miatt hallgattak gyanúsítottként, majd mind a hármukat bűnügyi őrizetbe vette, és kezdeményezte letartóztatásukat, amit a Miskolci Járásbíróság el is rendelt.